Sajátos nőnapi futótúráról lesz szó a következő percekben, amelynek színhelye a Csanyik-völgy. Ebben az esztendőben ünnepli 25. évfordulóját a Zöld Sportok Klubja a Miskolci Állatkert és Kultúrpark segítségével most ismételten megrendezik a nőnapi futótúrát. Az a cél ennek a futótúrának, hogy a szervezők és a résztvevők a Nemzetközi Nőnap alkalmából is felhívják a figyelmet arra, hogy milyen fontos az egészség megőrzése. A telefonvonal végén köszöntöm a túra fővédnőkét, Molnár Attilát, a Miskolci Állat és Kultúrpark vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, és hát természetesen azzal indul ez a beszélgetés, hogy hagyományá válik most már ennek a futótúrának a megszervezése, hiszen második alkalomról van szó, ugye? Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A valóban második alkalomról van szó, és hát bízunk benne, hogy hagyománnyá válik. Nagy öröm volt számunkra, hogy Kovács Attila, az Egyesület elnöke megkeresett minket. Szívesen csatlakoztunk ehhez a rendezvényhez. Részben azért is, mert valóban, ahogy azt említette is szerkesztőasszony, ugye az egészségről szól, és hát március 8-a mégiscsak a hölgyekről is szól, és ez valóban egy nőnapi emlékfutó túra lesz, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, és bízunk benne, hogy olyan élményben lehet részük majd, akik megérkeznek, hogy utána szívesen a későbbiekbe is vissza fognak térni, hiszen egy része a túrának az az állatkerten belül lesz, tehát lesz egy kicsit ilyen érdekessége, hogy zárás után megnézhetik a túra közepette az állatkertet is, úgyhogy mindenkit szeretettel biztatok arra, hogy jelentkezzen, és várjuk, hogy minél több hölgy is megjelenjen, és jöjjön, és túrázzon. Ez egy 5 kilométeres hosszúságú táv lesz tele titokkal, ahogy olvastam a meghívót. És ugye ön a fővédnöke, a védnöke meg Szanyi Ágnes, a Zöld Sportok Klubjának a maratoni futója, és hát remélhetően sokan követik majd őt ebbéli elhatározásában, meg nagyon sokan ott lesznek, amelyre ön is biztatta imént a hallgatókat. Én meg arra lennék még kíváncsi, hogy ugye a Vadaspark mindig kitalál valamit, illetőleg a Vadasparkban dolgozók mindig kitalálnak valamit, hogy minél szélesebb körben ismertessék az állatok sorsáról, az állatok történetéről a különböző sztorikat. Ugye legutolsó főszereplője ennek a cukiság, ugye, a leopárt, akit már másodszor vizsgáltak meg, ha az információim szerint, és hát ez is nagy népszerűségnek örvend, és mindezeknek a célja persze az, hogy minél több látogatót vonzanak be kerítésen belőle, ugye? Alapvetően így van, tehát nagyon fontos azt elmondanunk, hogy nekünk ugye az a küldetésünk, ami Gerald Arel úgy fogalmazott meg, hogy az állatkertek azok a mostani, a modern Noé bárkái, hiszen ugye egyre többen élünk emberek a Földön, egyre jobban beszűkül a természetes környezet, és ezáltal egyre veszélyeztetettebbé tudnak válni fajok. Így van ez a perzsa leopárddal is, hiszen 1200 egyede él már csak a természetben, úgyhogy nagyon örültünk neki, amikor ez a kis jószág megszületett, és hát azt elmondhatjuk, hogy nagyon egészséges, nagyon jól fejlődik. A legutóbbi vizsgálat óta több mint egy kilót hízott 2 hét alatt, úgyhogy a mamája is egy nagyon jó anyuka, és valóban most erre a vizsgálatra, ami most volt, 26-án hétfőn, erre volt egy érdekessége még a dolognak, hogy Kaliforniából is érkezett egy hölgy, kifejezetten ezért, hogy megnézhesse ezt a kis állatot, illetve részt vehessen a vizsgálaton. Tehát egész odáig eljutott, azt gondolom, nem csak a miskolci állatkert, hanem alapvetően Miskolcnak a híre, ami számunkra ugyanolyan fontos, mint az állatkertnek a híre, hogy mi itt élünk, ezt az állatkertet az itt élő emberek építették meg 15 hét alatt, 35 évvel ezelőtt, hiszen augusztus 20-án lesz 35 éve, hogy az állatkert megnyitotta a kapuit, és valóban, hogy említette is szerkesztőasszony, szeretnénk minél több meglepetéssel és rendezvénnyel, illetve minél több programmal kedveskedni az itt élő embereknek, illetve azoknak is, akik a városba ide érkeznek, pontosan azért, hogy hozzájárulhassunk mi is ahhoz egy picit a saját lehetőségeinken belül, hogy ők tovább vigyék majd Miskolc városnak a jó hírét, és szívesen érkezzenek máskor is ők is, illetve azok a barátaik, ismerőseik, akiknek el tudják mesélni, hogy ez a város azért alapvetően egy nagyon szép város, rengeteg értékkel rendelkezik, és hát természetesen úgy gondoljuk, hogy ezek közül az értékek közé hozzátartozik a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is. Hogy a csodában ne tartozna hozzá, de én nem akarok elmenni el azán a kaliforniai látogató megemlítése mellett,
mert hát ha jó hírünk odáig eljut, az azért igazán dicséretes dolog. Ez szabad tudni valamit róla, hogy ő ismerős, rokon, vagy hogy jutott el hozzá ez a hír? Abszolút nem. Ugye, amikor megszületett ez a kis állat, és az első nyilvános sajtó, nyilvános orvosi vizsgálata volt, akkor ugye többek között az MT is jelen volt, és hát az MT-n keresztül nem tudjuk igazából, hogy hány helyre és hova jutott el a hírünk, de ezek szerint Amerikában is megjelent valamilyen formában a sajtóban. Nem ismertük a hölgyet, tehát abszolút ismeretlen volt számunkra. Valahonnan értesült a dologról, és úgy jelentkezett be, hogy ha lehetséges volna, akkor ő egy olyan alkalomkor, amikor még egy vizsgálat bekövetkezik, akkor ő ezt szívesen jelen lenne, és ezért is utazott Kaliforniából ide. De nem csak most, azt mondta, hogy most vissza szeretne jönni a nyáron is a kislányával, hogy megnézze nem csak a vadasparkot, hanem egy picit bővebben Miskolcot. Sikerült egy picit megmutatni neki a palotaszállót, megmutatni a Diósgyőri várat. Minden nagyon tetszett neki, és örülünk neki, hogy jó hírét viszi a városnak, és vissza is fog térni. Tehát gyakorlatilag pontosan egy-egy ilyen információ, vagy éppenséggel itt látható az, hogy mekkora nagy szereve lehet, vagy van a médiának. Nem tudjuk, hogy adott információ mikor, hova és milyen távolságig jut el. Minket is meglepett, természetesen nagy örömünkre szolgált, hogy megkeresett minket, és szívesen fogadtuk, hogy ezért, kifejezetten ezért az eseményért ide utazik Magyarországra. És hogyha visszajön a nyáron ez a kaliforniai vendég a lányával, és hogy az ön hasonlatát lopja meg, akkor ebbe a miskolci bárkába többet magával. Mit lát, mit kínálnak még majd látnivalót? Mert gondolom, hogy még ezernyi programmal készülnek, nem csupán azért, mert évfordulót is ünnepelnek, hanem egyébként is ez a szokásuk. Így van, tulajdonképpen nekünk van egy rendezvény naptárunk, ami azt jelenti, hogy szinte majdnem minden hétre esik egy-egy rendezvény. Most ugye beszéltünk a riport elején a nőnapi emléktúráról, de március 3-án lesz a ragadozók napja, és utána folyamatosan ugye jönnek majd a különböző programok. Elsősorban a programjainkkal, mint azt az előbbiekben is említettem, arra szeretnénk fölhívni a látogatóink, vagy a programon résztvevők figyelmét, hogy az a bolygó, ami mi élünk, az gyönyörű és szép, de nagyon sérülékeny, és a sérülékenysége azt az emberek idézik elő alapvetően, tehát hogy próbáljunk meg együtt élni a természettel, hiszen mi is részei vagyunk, még akkor is egy mesterségesebb környezetet teremtünk meg magunk számára, de azok az erőforrások, akár a víz, akár a levegő, ezek mind ugyanolyan fontosak még az épített környezeten belül is, és hát nagyon fontos az, hogy a biodiverzitás minél nagyobb körben megmaradhasson, tehát mi ezt az üzenetet szeretnénk átadni, és nagyon bízunk benne, hogy valamennyire hozzá tudunk járulni a pici-pici eszközünkkel ahhoz is, hogy ez megtörténjen, hiszen felelősségünk még az is, hogy majdnem, vagy azt mondhatjuk büszkén, hogy ez az egyetlen olyan állatkert, amely két nemzeti parkkal is szomszédos. Az egyikkel tényleg közvetlenül szomszédosak vagyunk a Vüki Nemzeti Parkkal, de nagyon-nagyon közel van hozzánk ugye az Akkeleki Nemzeti Park is, ahol ugye szintén természeti értékek megőrzése a program, a cél, a feladat, tehát őket is szeretnénk valamilyen formában bevonni ebbe a történetben, illetve együtt is dolgozunk, és hát ez nagyon fontos, hogy aki tudja, vagy aki itt él Miskolcon, az lássa azt, hogy természeti kincsek és értékek is körülveszik ezt a várost. Kedves Attila, azt hiszem, hogy a tavaszi meg a nyári programokra könnyebb rákészülni, vagy becsábítani az embereket, mert nem okoz gondot például a hólapátolás, mint mostanság, ugye? Hát igen, sajnos az a legrosszabb, hogy akik bent a belvárosi részben vannak, ők nem tapasztalják azt, ami most például nálunk a 50-60 centi hó, már gépjárművel a följutás is nagyon nehézkes a mai reggelen, tehát ugye mi már egy picit kiebb esünk, a közvetlenül lábánál vagyunk, és viszonylag hideg is van, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy most is pontosan azért, mert nagyon tiszta a levegő, most szerencsére szikrázó napsütés is van, ezért most is érdemes kijönni, hiszen ilyenkor egészen más az arca az állatkertnek, mint egy szép napsütéses nyári napon, de természetesen akkor azért bátrabban és kicsit fogékonyabbak arra, hogy a természetes közegbe kijöjjenek, vagy a természetes környezetben, mint most, hiszen hozzászoktunk már a komforthoz és a kényelemhez, és most valóban hideg is van, meg nagy a hó is. Van olyan állatfaj, amelynek egyede vagy egyedei ilyenkor nagyobb figyelmet igényelnek?
Hát alapvetően azt mondom, hogy vannak természetesen, hiszen vannak olyan állatfajaink is, amelyek kifejezetten mediterrán éghajlatról származó fajaink, tehát ezeket temperált vagy fűtött házakba tartjuk. Most a hóval kapcsolatosan ugye egy újabb feladatot ró a kollégáimra, hiszen a kifutókban is az etetők és a pihenőhelyek között utat kell kitakarítani, utat kell készíteni az állatoknak, főleg azok, amelyek kisebb testűek, hogy a hasporuk ne fázzon föl, és ebből ne lehessen probléma, hogy úgy tudjanak az etetőhelyre eljönni a pihenőhelyről, hogy ne hasaljig érő hóba kelljen rázolniuk. Megkérdezhetem azt, hogy melyik állatra vagy állatfajra a legbüszkébb az állatpark vezetője? Hát igazából nem tudok ilyet mondani, mert nekem mindegyik ugyanolyan kedves, és törekszem is arra, hogy ne legyen kifejezetten külön állatfaj, ami annyira fontos volna számomra. Úgy van ez, mint a szülő a gyerekekkel, ugye, hogy egyformán szereti mindegyiket? Én azt gondolom, hogy igen. De most azért az is, akkor egy picit elárulok egy dolgot, ugye nekem nagyon régóta kedvenceim az európai szürke farkasok, sokat is foglalkoztam velük, és most öröm számunkra, hogy ebben az évben régen volt, amikor 10 farkas élt a Miskolci állatkertben, sokáig nem volt, aztán egy lett, de most már hoztunk hozzá még 2, tehát újra most már egy kisebb falka van, és ami még nagyobb öröm, hogy jól sikerült összeszoktatni őket, ezt jelzi az is, hogy hajnalban, vagy éppen a szürkületi időszakban már a vonításukat is lehet hallani. Fontos ez azért is, mert ugye tudja az itt élő közönség, hogy a Bükki Nemzeti Park területére települ vissza a farkas és megjelenik, és hát sajnos a farkas egy olyan állatfaj, amivel sok negatív sztereotípia él az emberekbe. Ez sajnos már a mesék olvasásánál elkezdődik, hiszen a piroska és a farkason nevelkedünk föl, vagy növünk föl, és közben ezek egy nagyon ártatlan, érzékeny, kifejezetten intelligens állatok. Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek abba kell belegondolnia, aki kutyát tart, hogy minden kutya őse a farkas volt, tehát amit otthon házi kedvencként dédelgetünk, annak valamikor farkas ősei voltak. De most olvastam a minap éppen, hogy megint szaporodott, ugye, itt a környékünkön, vagy több farkasra leltek, megjelentek. Hát én az információ nekünk is annyi, hogy újra sikerült kameracsapdával megfigyelni őket, tehát vannak, sőt azt tudjuk pontosan a nemzeti parki kollégáktól, hölgy már itt született kölykök is vannak évek óta. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hír. Természetesen megosztja a lakosságot, meg a főleg a vadásztársadalmat ez a hír, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy olyan környezet van, ahol sikerül visszatelepülniük. Jó lenne, hogyha tudnák a farkasok, farkasmamák meg papák, hogy oda a kölykeikkel bemehetnek a parkba, és ott biztonságban vannak, ugye? Hát azért oda ne jöjjenek be. Az nekünk sok problémát okoznak. Előzetes bejelentés alapján. Így van. Nagyon szép. Örülünk neki nagyon. Köszönöm szépen, és még egyszer visszakanyarodok a mi beszélgetésünk apropójához, tehát a március 8-i futóversenyhez, nőnapi futótúrához. Erre a jelentkezéssel és minden egyébben kapcsolatos tudnivalókat megtudhatják az érdeklődők egyrészt a Zöld Sportok Klubjának a honlapján, másrészt, hogyha felhívják önöket, ugye? Így van. Meg az önök honlapján. És így van, ezt akartam mondani, köszönöm, hogy a mi honlapunkon is ott van a felhívás, és hát az az információm, hogy szerencsére elég sokan már előzetesen jelentkeztek, vagy neveznek a versenyre, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel, és bízunk benne, hogy nem csak mi fogjuk a hölgyeket köszönteni, hanem az időjárás is, és kedvező, kellemes tavaszi időjárásban fog ez a túra lebonyolódni. Így legyen. Köszönöm szépen Molnár Attilának, a túra fővédnökének, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark vezetőjének a beszélgetést. Viszont hallásra! Köszönöm, kezdj sokan, viszont hallásra!